Tájképek, csendéletek, álomszerű jelenetek, anya és lánya, Pandur Ferencné, Tálosi Karolin és Pandur Mária kedves témái. A művészet szeretete családi örökség náluk. Pandur Máriát édesanyja ismertette meg a festészet alapjaival. Édesanyám nem palacsinta készítésre tanított először, hanem állandóan mutogatta nekem a szakkönyveit, a festékeit, és kicsi gyerekkoromban már állandó téma volt a művészet. Előbb hallottam Michelangelo-ról, mint egy sütemény elkészítéséről. Tehát ugye ez maradt meg bennem, és beiratott nagyon korán, még kisgyerekkoromban Maróti László egy művészeti akadémiát végzett rajztanár szakkörére, akitől rengeteget tanultam, később még a rajztanárom is ő lett. Gyakori vendége volt a háznak, édesanyámmal rengeteget konzultáltak, és hát körülbelül 40 évig folyamatosan jártam vele kiállításokra, mindenhova elkísértem táborokba, állandóan hallottam tanácsokat innen-onnan, közben a mérnöki pálya elmélyítette a rajzkészséget, mert kénytelen voltam rajzolni, meg térbe felállítani a szerkezeteket a részletrajzokról, tehát egy bizonyos térbeli elmélet vagy térbeli gyakorlat kialakult bennem. Elég hamar megismerkedett akkor a képzőművészetek világával. Volt esetleg kedvenc festője vagy alkotója, aki inspirálta vagy utat mutatott? Igen, megfordultam Párizsban többször, voltam a Montmartre-on, ott nézegettem a festményeket, és hát jártam a Dorzi Múzeumban és a Louvre-ban is, és nagyon nagy hatással voltak rám az impressionisták, és a magyar festők közül bámultam örökké Madarász Viktornak a csodálatos festményeit, hát ugyanúgy nyilván Munkácsi Mihályét is, de valahogy Madarász Viktor nagyon nagy kedvencem, ahogy a fényárnyék hatásokat tudja ábrázolni a festészetében. Milyen érzés az, hogy az édesanyjával közösen állítanak ki képeket? Ez nagyon megható, és nagyon örülök neki, hogy ezt ő megérhette, mert ez volt minden vágyam, hogy ő érje meg, hogy egyszer Kanizsán legyen egy kiállítása. Az édesanyja Karolin néni 1921-ben született Nagykanizsán. Gyerekkora óta fest, de nem áll tőle távol a költészet sem. Nóták szövegeit, verseket is ír. Ez utóbbiakat egy önálló kötetben is szeretné megjelentetni. Ja, nagysa tanultam, már távol lett álljon zúgnak a tankok. Ifjú akászok zizzenő lombja már letarulva felfogja a hangot. Ritka avarban fekszik a harcos, szűkájában játszik a szél, égszeme fénye, még tükröz a légbe, tiszta az arca, mint aki él. Suttogó erdő megőrzi a titkot, szállnak az évek, hull a levél, néma a föld, hallgatnak a csontok, nem tud üzenni, ki már nem él. Otthon az anyja csak nézi a távolt, karja kitárva az útra kiáll, bár vizet szíve vérzik, mégis úgy érzi, háthatán újra látja fiát. Így megy aztán évekről évre, álmatlan álmot ringat az éj, várja az anyja, várja hiába, várja örökké már, amíg él. Röppenj fel béke, tiszta galambja, őrizd meg, óvd meg minden anyát, ne legyen többé már a világon, aki hiába várja fiát, és ha majd egykor a föld szíve dobban, a béke daláról gyűlt lomkoszorút, gondoljatok akkor egy kis katonára, és gyűlöljétek a háborút. Karolin néni, hogyan kezdett el festeni? Hát az iskolában, hogy polgáriba jártam, ott volt rajztanár, aztán valahogy megkedveltem, hát az csak úgy jön magától. Meg a szomszédban láttam, egyszer volt egy festő, lerajzolt két öreget, és nekem az annyira tetszett, hogy én miért nem tudok ilyet csinálni, és azért erőködtem, hogy muszáj valamit próbálni. És magától tanulta meg, vagy járt tanárhoz, volt-e mestere? Volt, igen, mindig, volt több rajztanár is, mindig elmentem. Hát más szórakozásom nekem nem nagyon volt, úgyhogy ilyesmivel foglalkoztam.
Milyen különbség van anya és lány a művészete között? Hát ő nagyon visszafogott természetű, egy nagyon nyugodt ember, gondolom azért is él ilyen sokáig. Én meg úgy gondolom, hogy egy nagyon dinamikus vagyok, hát vagy voltam is. Egy egész más természet, hát nyilván édesapámtól sokat örököltem, és hát gondolom, hogy ez meglátszik a kettőnk alkotásaiba, ez a különbség. És most a Pandur családban van kinek továbbadni a festészet iránti szeretetet? Igen. Unokahúgom itt jelenleg itt van, mind a kettő nagyon tehetséges, a másik nincs itt, most Londonban dolgozik, és nagyon ügyes kezük van. Én a kislányt mindig ösztönzöm, hogy rajzolgasson, fessen velem, többször sikerült leülni, de a gyerekekkel elég nehéz boldogulni, de időnként sikerül. Nagykanizsai kötődések is vannak, milyen emlékei származnak innen? Hát unokatestvéreim itt voltak, hát van közülük még most is, aki itt él, és gyerekkoromban itt szoktam nyaralni a nagynénémnél, és nagyon sokat jártunk a kanizsai strandra, a rétekre, meg a kanális melléjén kis kirándulásokra.